Mint az ország számos pontján, úgy Makón is megemlékeznek 1956. október 23-áról. Az ünnep programjai már ma elkezdődtek az Elvtársak vége című kiállítással, majd holnap reggeltől további eseményeknek ad otthont a város. 9 órakor felvonják az ünnepi zászlót, 9 óra 20-kor a Forradalmi Ifjúsági Szövetség emléktábláját, majd Fazekas Lajos rendőrőrnagy emléktábláját, végül 10 órakor Institúris Ildikó emléktábláját koszorúzzák. 12:30 veszi kezdetét a Volt egyszer egy rendszerváltás című kerekasztal beszélgetés, melynek vendégei Rákai Filip, Mihály Zoltán, Sánta Sándor és Marjanuc László lesznek a Korona emeleti dísztermében. 14 órakor kezdődik a Szabadság napja című emlékműsor a Csanád vezértéri kopjafáknál, ahol Farkas Éva Erzsébet polgármester mond ünnepi köszöntőt, Cérbus Gábor alpolgármester pedig ünnepi beszéddel tisztelek az 56-os hősök előtt. Az ünnepi műsorról a Signum diákjai gondoskodnak, az eseménysor ezen a helyszínen koszorúzással zárul. Este 17:45-től a Csanádpalotai Lovas Egyesület fáklyás felvonulással emlékezik meg az 56-os forradalomról.